Üdvözlöm Dobos Lászlót, Karcagváros polgármesterét. Elindult a Sámán dob építése Karcagon. Mit lehet tudni erről a beruházásról? Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a jó idő beköszöntével elkezdhettük a munkálatokat. Az elején tartunk az építkezésnek, gyakorlatilag ez egy 4,95 hektáros területen fog elhelyezkedni ez a Sámán dob, és ott nagyon komoly földmunkákat kell végrehajtani. Ezek folynak és kezdődtek el a napokban, és nagyon remélem, hogy szépen, ahogy a tervek előírják, haladnak a munkálatokkal. Egyébként a látszat is ezt bizonyítja, tehát nagy a sürgés-forgás, ott komoly területrendezés, tereprendezés kellett és kell még végrehajtani, illetve az infrastruktúra számára kell olyan munkagödröket kialakítani, ahol a vezetékek tudnak majd haladni, tehát ezek az első lépések. Nyilvánvalóan már a különböző tervek elkészültek, tehát a bürokratikus részén már túl vagyunk a dolognak, most már a hivatalos munkálatok kezdődtek meg, ami szemmel látható és tapasztalható. Mikorra várható az elkészülte? Szerencsére nem vagyunk határidőhöz kötve, úgyhogy mindig a éppen lehetséges munkafolyamatokat fogjuk végrehajtani, nem hagy bennünket a tatár, így ez is biztosítéka lehet annak, hogy egy kiváló munkát fognak végrehajtani a kivitelezők. Miért fontos ez a település számára? Hát én úgy gondolom, hogy ez nem csak a település számára fontos, hanem az egész ország számára, hiszen nem véletlenül az, hogy egy kormányrendelet határozat döntött arról, hogy a városunkba kerüljön újjá építésre, és újra gondolva ez a milánói pavilon, ami Sámán dombként ismert a köztudatban. Én abban biztos vagyok, hogy a maga ez az épület és a körülte felépülő, megvalósuló elképzelések, tervek egy olyan turisztikai vonzás centrummá alakítják városunknak ezen részét, ahova az ország, de remélem, hogy a világ minden részéből ide fognak érkezni a látogatók, hiszen ez egy csoda lesz reményeink szerint.